A Szuperligába visszatérve biztos bennmaradást tűzték ki célként a nyíregyházi tekézők, akik Stréjer Tamás személyében egy rutinos játékossal erősítettek erre a szezonra. Fint a Zoltánik jól kezdték a bajnokságot, az őszi idény kétharmadánál úgy tűnt, hogy már a téli szünet előtt sikerül a tervezett pontok többségét begyűjteni, a hajrában azonban becsúszott 3 vereség, így az NTK féltárnál a 8. helyet foglalja el a 12 csapatot felvonultató mezőnyben. Nagyszerűen indultunk, rögtön idegenben a Győrt sikerült leküzdenünk, és a hazai mérkőzéseink is úgy alakultak rendre, itt gondolok a Kaposvár ellen, az Ajka ellen, hogy diadalmasan hagytuk el a küzdőteret, majd azt követően mentünk Kazincbarcikáról, szintén nyerni tudtunk. Most én nem szólalnám természetesen a 4 kiemelkedő csapatot, a Szegedet, a Rébszalakot, egy Zalaegerszeget és egy Fradit, mert ők tényleg más kávéházat képviselnek most ebbe a szuperligába, de az utáni produkciónk, az utolsó 3 forduló az igazából, ami csalódás volt számunkra. Úgy gondolom, hogy ott tudtuk volna megalapozni a következő fél évre való sikerünket, a biztosabb bennmaradásunkat, és rendre ezek a mérkőzések szálltak el. Rögtön első sorban itt a Szent Gotthárd elleni hazai vereségre gondolok, illetve Szolnokon csupán 6 fával kaptunk ki, azt lehet mondani, egy nyert állásból már. Még a zárófordulóban a kieső előtt Köfém is meglepett bennünket hazai pályán, és ez az utolsó 3 forduló, ez tényleg borzasztó nagy csalódás volt. Jó magamnak is, és a játékosainknak is, bár ettől függetlenül még a vonal felett van a csapatunk, mert 8. helyen posztolunk most a téli szünetre nézve, de ha azt nézzük, hogy a Győr, aki az 5. helyen áll, 10 ponttal van végül is a tabellán, 2 ponttal előttünk, akkor mindenképpen látható, hogy borzasztó sűrű ez a középső hátsó alakzat. Finta Zoltán szerint a csapatfát tekintve mindenképpen javulniuk kell hazai pályán a bajnokság második felében. A hazai mérkőzéseken a 3400 fát nem tudjuk elérni. Már volt 3330, 3331, 33, 34, és egyszerűen leragadtunk ezen a ponton, és hiányzik csapatszinten egy 70 fa. Több játékosunk is nincs csúcsformában, nem úgy jönnek a mérkőzések. Nyilván nem vagyunk profi játékosok, abszolút a szívünk visz előre minden egyes mérkőzésen, és sajnos kevesek voltak ezekhez a győzelmekhez, bár úgy gondolom, hogy a görcsösség nyomta rá folyamatosan a bélyegét a játékunkra, és nem sikerült valóban feltenni az ira a pontot egy nagyszerű őszi szereplésre, így megnehezítettünk a saját magunk dolgát, de abszolút nem kilátástan a helyzet, nincs azért még vészhelyzet, tehát ez szó nincs erről, csak nagyon nehéz tavasz elé nézünk, és azt lehet mondani, hogy sok olyan riválisunkhoz látogatunk majd el, akik ellen bármire képesek vagyunk, és nagyon fontos pontokat kell majd elhoznunk akár Kaposváról, akár Ajkáról, egy Székesfehérvárról, Szent Gotthárdról, és megint csak az, hogy a hazai pályán majd rögtön először fogadjuk majd a Győr csapatát, ami egy kicsit olyan lökést adhat, és féket is adhat a csapatnak, tehát nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, de semmiképpen nem kilátástalan. A nyíregyházi tekézők a téli szünetben sem állnak le az edzésekkel, a 2 ünnep között is gurítanak majd a Tekecsarnokban. Január elején többen is képviselik az NTK-t a szegedi világranglista versenyen, január 18-án pedig a Győr ellen már bajnoki pontokért lépnek dobóállásba Finta Zoltánik a Városi Stadionban.